Hét kalandon belül lesz egy rovat, minden este egy mese, ahol mesék fognak elhangozni meglepő módon. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hiszen kiírtak egy pályázatot, egy meseíró pályázatot gyerekeknek, és több mint 200 mese érkezett be, és ebből a 200 meséből választottak ki 10-et, és most ezt fogjuk fölvenni, mert adásba kerül ez a 10 mese. Én nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket és a meséket, és azt hiszem, hogy ezt sokan tudják rólam. Én általában gyerekekkel szoktam együtt dolgozni, hiszen a színházban és olyan darabokban játszom, ahol rengeteg gyerekkel dolgozhatom együtt, mint a Muzsika hangja, a Mary Poppins, a Valahol Európában, és én nagyon jól megtalálom velük az összhangot, és nagyon-nagyon szeretem a meséket. Nekem van egy csatornám, és ott a pandémia alatt rengeteg mesét olvastam a gyerekeknek, hogy egy kicsit így is eljuthassak hozzájuk, és én ezt nagyon-nagyon élveztem, úgyhogy most tulajdonképpen ez folytatódik egy kicsit komolyabban. . 2022 tavaszán indult a kampányunk a hetet hét kalandon belül, amikor arra buzdítottuk a nézőinket, hogy írjanak nekünk meséket. És valóban több mint 200 mese érkezett erre a felhívásra, és nagyon nehéz volt kiválasztani, hogy mely legyen az a 10, amely mindenki tetszését is elnyeri. Úgyhogy a szerkesztőségünk összeült, és mindenki olvasott, mindenki gondolkozott, hogy melyből lehetne a legjobb filmeket elkészíteni, hogy melyik az a különleges, amit még nem hallhattunk máshol, hogy hány éves gyerekek írták. Szóval nagyon sok összetevős volt ez a történet. Szerettünk volna mindenkinek kedvezni, de sajnos csak 10 nyertest hirdethettünk, úgyhogy a 10 nyertes kiválasztása az hosszú folyamat volt, nagyon sok ember dolgozott rajta, de azt gondoljuk, hogy a legjobb meséket sikerült kiválasztani. Nagyon nehéz kiválasztani egy kedvencet, mert mindegyikben van olyan, ami megfogott engem. Vannak olyanok, amik népmesei ihletésűek, úgyhogy ezek különösen nagyon tetszenek, de van olyan, ami nagyon ötletes. Például volt egy kicsi, aki a porcicákról írt. Hát mekkora ötlet már a porcicákról mesét írni? Nagyon, nagyon szerettem. Úgy álmodtuk meg a meséket, hogy három részből álljanak. Az első részben maga a mese író gyermek is szerepel, tehát egy picit felbukkan az általa írt mese elején. A második része a történetnek az, amikor Mahó Andi elmeséli a mesét egy csodálatos, valóban mesés környezetben. Ez volt a második rész, amit rögzítettünk, és a mesékből kiválasztott jelenetek pedig több különböző helyen zajlanak. Stúdióban, erdőben, forgattunk várban, tehát olyan helyekre mentünk el, ahol maga a történet meg tud elevenedni. A mesék nagyon-nagyon fontosak. Én gyerekkoromban nagyon szerettem. Én azt hiszem, hogy a mesék többségét ismertem, és még most felnőtt fejjel is ugyanaz az érzés jön, amikor elhangzik egy-egy mese, vagy nekem kell elolvasni egy mesét. Én a kislányomnak is nagyon sok mesét szoktam mondani. Egyelőre ezeket a klasszikus meséket, a királylányos meséket, meg a Jancsi és Juliskát, meg ilyeneket. Nekem ezek, azt hiszem, hogy ezek voltak gyerekkoromban is a kedvenceim, a királylányosak, meg a népmesék, ugye abban is általában a happy end-el végződik, ugye a szerelmesek megtalálják egymást, van benne egy kis humor is, úgyhogy azt hiszem, hogy nekem ezek voltak a kedvenceim. A kampány üzenete az nagyon egyszerű, mind a gyerekek számára, mind pedig a szülők számára.
mégpedig az olvasás népszerűsítése, a mesék népszerűsítése, az, hogy valóban legyen minden este egy mese, mert ez nagyon jót tesz a gyermek fejlődésének is, nagyon jót tesz a kapcsolatnak, a gyermek-szülő kapcsolatnak, és nagyon-nagyon jót tesz, hogyha a gyerek a fantáziájával elindul egy olyan világba, ami nem feltétlen a valós világ, hanem szabadon engedi és hagyja magát szárnyalni. Azt szeretném, hogyha újra nagyon népszerűek lennének a mesék, meg a meseolvasás, nem csak a rajzfilmek, persze azok is fantasztikusak, tehát én is szeretem őket, de a meseolvasás az azért jó, mert ugye szárnyalhat a fantáziánk, és az egy nagyon-nagyon hasznos dolog. Úgyhogy én erre inspirálok mindenkit, erre biztatok mindenkit, hogy olvassák a meséket, mert az nagyon-nagyon jó dolog.